Egy évvel ezelőtt a gyereknap adta az alkalmat az alig egy év alatt megépült Altaripa Park átadására. Az azóta eltelt esztendő bebizonyította, ez volt az önkormányzati beruházások közül a legjobban sikerült, mondta az évforduló kapcsán a Peszafer Ágnes polgármester. Ez az egy év ez bizonyította azt, hogy ez volt a legsikeresebb projektünk, én azt gondolom. Összegében ugyan nem volt a legnagyobb, de mégiscsak ez a tolnaiak szívének a legkedvesebb, mert hogy jó az, ha minden szép, meg jó, de mégiscsak ez az, ami a legjobban használható, én azt gondolom, és mindenki számára, aki a városban él, elérhető. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a városban élők használják a mi Dunapartunkat, vagy az új nevén Altaripa Szabadidőparkot, hanem óvodás csoportok is jelentkeznek be más településekről, Bonyhádról, Szekszádról, Paksról. A pályázat eredményeként 15 000 négyzetméter zöld felület újult meg. De hiába volt az öröm, azóta rendszeresen hangzanak el lakossági kritikák, mondván az ott élőket zavarja a gyerekzsivaj. A Peszafer Ágnes azt mondta, lépéseket tettek a helyzet rendezésére. Lakossági észrevétel az ott lakóktól érkezett, hogy a csúszdákat használó gyerekek hangoskodnak. Éppen ezért szűkítettük is a csúszda vagy az Altaripa Szabadidőpark nyitvatartási idejét, de este hétig bárki mehet. Én magam is többször lent voltam, nem gondolom egyébként, hogy rendezvényeken kívül olyan nagyon nagy hangzavar volna. A jelen helyzetben a park működésének legnagyobb gondja a vendéglátás rendezetlensége, hiszen nincs üzemeltető a területen létrehozott vendéglátóhelynek. De a Peszafer Ágnes azt mondja, reményei szerint a nyárra ez a probléma is rendeződik.